Sziasztok! Csácsá mindenkinek, újra itt vagyunk a Meltemi partján, azaz Rodoszon. Igazából azt fogjuk nektek bemutatni, hogy mint kezdők, hogyan is kell fölállni egy deszkára a vízben, hogyha olyan deszkáról van szó, ami literes, tehát elbír minket. Ugyan itt most egy kisebb deszka van, de a füvön könnyen meg lehet mutatni, hogy hogyan kell feltérdelni, különböző technikákkal felkerülni, majd az ernyőt a fejünk fölé venni. Kezdjük! Tehát amíg kezdők vagyunk, addig valamilyen módon fel kell egyensúlyoznunk magunkat a deszkára, térdelve vagy féltérdelve haladnunk, majd fölállva tartanunk a magasságot, tehát a szélhez képest. És ugye ez a, általában, hogy nézem, a legnagyobb kihívás a tanulóknak. És hát ezt szeretnénk bemutatni, hogy milyen módok állnak erre rendelkezésre. Természetesen be fogjuk mutatni majd azt is, hogy hogyan kell vasszást tartani kisebb deszkával, de nem ez az első lépés. Ja. Jó, akkor... Hát akkor a deszkára kerülés, vízben jó, tehát, vagy... Többféleképpen lehet deszkára kerülni. Igazából a legegyszerűbb az, hogyha úszunk a vízbe, és kinyomjuk magunkat a deszkán, majd rá térdelünk, ráülünk félig, de igazából a nagyobb deszkákon a rátérdelés fog jönni. Még ha nagyobb is a deszka, és hullámzik a víz, nagyon sokszor előfordul, leesünk róla. Ilyenkor azt érdemes csinálni, hogyha van handle a wingen, ami ugye a szélhez képest lent helyezkedik el, hogy vagy a handle-re, vagy a tetejére tesszük a súlyunkat, és úgynevezett ilyen tripoddá válunk gyakorlatilag, tehát mint egy katamarán úgy vagyunk, és itt sokkal stabilabbak leszünk. Egyébként a felmászásnak van egy olyan verziója is, amikor is a deszka és az ernyő közé kerülünk, és gyakorlatilag a vízből kitoljuk magunkat, és felülünk a deszkára. Ezt akkor érdemes alkalmazni, hogyha trapéz van rajtunk. Igen, mert a trapéz kampója, hogyha szemből jövünk föl a deszkára, tehát ugye így szemből, és a vízből jövünk fel, akkor szét tudjuk, hogy is mondjam, cseszni. Nem annyira tesz jót a deknek a kampóval való érintkezése. Tehát ennyi. Tehát vagy egy egyszerű előről felkerülés van, vagy pedig a kettő közül való feltolás és ráülés. Itt is... Mikor felkerülünk térdelve a deszkára, gyakorlatilag az ernyőt magunk mellett tartva stabilizáljuk magunkat. És itt jön el az a pont, amikor megint kettőféleképpen lehet fölállni. Az egyik az, hogy térdelünk a deszkán, majd megfogjuk a szélfelüli lévő árbóckézzel a vitorlát, vagy hogy mondjam, a winget, és fölvesszük, és már belenyúlunk egy kicsit, hogy szelet kapjunk, mert ezzel stabilizáljuk magunkat, majd utólag megfogjuk a végleges fogást, mint itt is látható. És utána minél magasabbra tartva gyakorlatilag a winget bele tudunk kapaszkodni. És ennek a segítségével, ahogy besíteljük, tehát behúzzuk a hátsó élt, és keletkezik rajta egy felhajtóerő, ezzel tudunk fölállni először az első lábbal, akár már rögtön a papucshoz, majd a hátsó lábbal is elindulhatunk. Vagy a másik verzió, amit mondtunk, hogy már eleve úgy kezdjük el ezt az egészet, hogy bizony feltérdelünk, vagy feltesszük az első lábunkat, és így kezdünk el elindulni. Mert ezzel megspóroljuk azt, hogy egyensúlyozás közben kelljen a lábunkat térdelésből kivenni. Tapasztalatból tudom, vagy hát, hogy a többieken látom azt, hogy a térdünk ki tud kopni, hogyha túl sok ilyen indulást csinálunk, úgyhogy olyan deszkán érdemes ezt csinálni, vagy felfújhatón, vagy olyan, aminek a dekje puha, vagy vegyünk neopréruhát fel, az megspórolja nekünk azt, hogy kikopjon a térdünk teljesen. Vagy kineziotép, nekem nagyon bevált. Tehát itt ugyanígy térdelünk, támaszkodunk, mikor úgy érezzük, hogy most nagyon stabilan vagyunk, akkor gyakorlatilag hirtelen fölvesszük az ernyőt, gyorsan szelet fogunk, és már is stabilabbak vagyunk, és el tudunk indulni egy irányba. És ha van egy kis sebességünk, ugye keletkezik felhajtóerő a deszkán, meg magán a foilon is, és akkor állunk fel, amikor már kicsit totyogunk a deszkával, és taxizunk, és megyünk. Még hogyha visszatérdelsz, akkor elmondom gyorsan még azt a momentumot, hogy ahogy veszed fel az ernyőt, de még csak megemeled magadhoz, és hogyha nagyon hullámzik a víz, ebbe a pozícióba is lehet rátámaszkodni, vagy akár állás közben is
még, amíg még nincs sebesség a deszkán, addig is le lehet tenni, nyugodtan rá lehet támaszkodni a hátsó élére. Így. Tehát így nézzétek, és akkor így viszonylag egy széles támasztással, de hullámos vízen azért ez annyira nem működik, sima vízen ez nagyon jól tud működni. De fogásban és így állunk fel, így támaszkodunk rá, és utána hirtelen fölvesszük, és belefogunk. De akár így fogásban is le lehet tenni, tehát hogyha így vagy. Tehát így. Ez sokszor előfordul, hogy így le kell támaszkodni, és ugye, hogy belemerülnek a tyúk végek a vízbe, gyakorlatilag a felhajtó erő miatt rá tudunk támaszkodni. Mind térdelve, mind a első láb felhúzott fázisban gyakorlatilag ezt meg tudjuk csinálni. És ennyi. Ennyi lényegében a deszkára állás. 10, 9, 8, 7 repülő. A legfontosabb részt azt most mondtuk el, de a következő részben elmondjuk. Sajnos a repülő miatt nem lehetett hallani. Sziasztok! Szevasztok!